Mosolygósan és fitten várta az őt köszöntőket Gizi néni. Cserpalkovics András polgármester nem is köszönhette volna mással a sportszerető ünnepeltet, mint egy kupával. Fontos mindenféle közösség vonatkozásában, hogy odafigyeljünk annak a tagjaira, különösen, hogyha azok sokat tettek ezért a városért. A kicsit régebb volt, a fiatalok nagyon sokat tettek, és ők közöttük is közösséget is találunk, és olyan közösséget is, ahol látunk példaértékű tagjait ennek a közösségnek, és ma egy ilyet köszöntenénk, Gizike nénit, aki 90 éves, és 90 éves létére minden nap, tehát hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken is részt vesz, valahol a nyitott tornaterem akcióban, valahol tornászik, valahol táncol, van, ahol gyalogol, tesz a saját egészségért, és ráadásul ezt egy jó kis csapatban teszi meg. Szabó Emilné a Teleki Blanka gimnáziumban végezte el tanulmányait, majd számviteli vezetőként dolgozott nyugdíjazásáig. Gizi néni azt mondja, a sportnak köszönheti kiváló fizikai és mentális állapotát. Nagyon szeretek mozogni, járok örömtáncra, járok nyitott tornaórákra, mindegyiket kétszer egy héten, és ez az életem, hogy úgy mozogjak. Gizi néni unokáival, dédunokáival is próbálja felvenni a ritmust, és szombatonként úszodába jár a gyerekekkel, de a Nordic Walking túrák, valamint meridián tornák rendszeres résztvevője is.